Sziasztok! Azt találtam ki, hogy csinálok egy üzenetláncot, ezt a nevet adtam neki. A lényeg az, hogy létrehoztam egy TXT-t, amit most láthattok, és el fogom küldeni egyetlen egy embernek, mondjuk Csabinyónak, most így ezt találtam ki. Ő beleírja a nevét, tehát ő lesz majd az egyes, és mellé egy rövid üzenetet. Ő pedig remélhetőleg egyetlen egy embernek majd tovább küldi, aki szintén beleírja a nevét, meg egy rövid üzenetet. És ő szintén tovább küldi, és így tovább egészen 100-ig, remélhetőleg az utolsó ember, a 100-dik pedig visszaküldi nekem. Beleírtam a fájlba is, ha esetleg nem látna a videót. Ha visszakaptam a fájlt, akkor végigmegyünk rajta majd egy videóban. Kíváncsi vagyok, milyen emberekhez jut el, és hogy mit írnak, na meg hogy mennyi idő alatt kerül hozzám vissza. Annyit kérek mindenkitől, akihez eljut ez a fájl, hogy tényleg csak olyan embernek küldje tovább, akiben meg lehet bízni, akiről tudja, hogy nem fogja szétbarmolni, és pontosan egy embernek küldi tovább, hiszen ha már több helyre külditek, akkor nincs értelme az egésznek, szétszakad a lánc. Szóval kíváncsian várom, hogy mi lesz a dologból. Szerintem tényleg, hogyha mindenki normális embernek küldi, akkor nem lesz gond. Sziasztok! A mai darálóban kopcipályáját fogjuk megnézni. A pálya címe a nézők bosszúja. És ez a videó meg az én bosszúm lesz. Tudjátok, Kopci volt az, aki megnyerte az epres nyereményjátékot, és neki van az a béna skinje. Komolyan mondom, csinálok rá egy nyereményjátékot. Küldjetek már neki normális skineket. Ima a kezdőszoba, minden oldalon egy rakás tábla, ezek az infókat chatten jobban néztek volna ki, előttünk tábla, kezdőpont. Azt mondja, üdvözlet, welcome Csabusa a mepemen, remélem jól fogod érezni magad. This map azért készült, mert a nézők sokat szívtak in your map, és ezért most az ő nevükben állok bosszút. Aztán egy csiga, aztán csak hogy szimmetrikus legyen, kell ide ez a tábla is. Utóirat? Miért nem ütőirat? A mapen megtalálható egy órajel generátor is, amelyet szándékosan ide a spawn hely mellé helyeztem el, csak hogy jobban laggolhass. Hogy a játékos nehogy rossz irányba menjen, barriereket rakott le, ötletes. És akkor jönnek a szabályok, ne csalj, játsz adventure módban, egyél céklát. Ne hagyd el a pályát, bármikor használhatod a spawn pointot, kötelező jelleggel érezd jól magad. Fényerő fényes, 100% hanggal játsz. Tartsd be az összes szabályt, kecske. Úgy látszik, ezen a pályán engedélyezett a kecske. Plusz egy, elég sok blockból áll a map, szóval ha laggolsz, akkor vedd lejjebb a grafikát. Történet, you are itt és nagyon jól feeling magadat. Kezd az az érzésem lenni, hogy bele akar folytani egy Little Waterbe. Még egy utóirat, legyen mondjuk ez az utóutóirat. A mapon van lerakva pár mob, melyek néha valamiért bebugolnak és csak úgy láthatatlanok lesznek. Ilyenkor vagy hajj meg, vagy lép ki és lép be újra. Igen, ez egy hatalmas baki az 1.8-ban, nem értem, hogy nem javították még ki. Az első mob a második feladatnál lesz, ott figyelj rá, köszönjük a bugot az 1.8-as verziónak. Állítsd be magadnak a game rule-okat, mert elmente a pályával együtt, és miért ne állítsd be még egyszer? Eddig a pálya tökéletes, méltó a nevéhez, a kezdőszobát direkt olyan elemekből építette meg, amit kértem, hogy kerüljetek. Pálya elstartolása, a fölött a ládában mosolygós hús. Gombnyomásra megszólal az idegenvezető, üdvözöllek kedves Csabus a kopci pályáján, melyben visszakapod a sok szivatást, melyet a nézőidnek ajándékoztál. Már ha te játszol vele. Ha egy néző vagy, akkor szintén megkapod a szivatásokat, melyet Csabusának köszönhetsz. A pálya elindulásához kérlek, nyomd meg még egyszer. Nem tudom, mi lehet a baj, próbáld meg megnyomni még egyszer. Szerintem valamit nagyon rosszul csinálsz, mert még mindig nem jó. Lehet meg kéne olajozni a gombot, addig próbálgass csak. Na jó, ezt még párszor eljátsza. Nem tudom, hogy pluszpontot vagy mínuszpontot adjak rá. Ugye a pálya arról szól, hogy visszakapom a szivatásokat, tehát valahol végül is tulajdonképpen adja magát, hogy ugyanazok a szivatások legyenek, de azért élvezetesebb lenne a pálya, ha nem lenne. Egyelőre nem adok rá semmit. Végül sikerül elteleportálni, remek, kezdődik is, én mondtam, hogy csak meg kell nyomni a gombot. Emel nagyszerű pályán neked is csupán 3 próbát kell teljesítened. Még egyszer belegondolva talán az a jobb, hogyha új próbák vannak, illetve szivatások, ugyebár, hiszen hogyha ugyanazok vannak, tehát visszavágás ugyanaz, akkor tulajdonképpen csak egy klónról van szó.
Persze azt is lehet, hogy egy meglévő szivatást módosít, továbbfejlesz, tehát még szivatósabbá csinál. De van mellette egy gomb. Megnyomjam. Na, megnyomom. Most miért nyomtál meg, amikor ez csak egy fa ajtó és nélkülem is kinyílik? Kis séta után egy fura szerzet, szia, Alma vagyok, az idegenvezetőd. Már a pálya elején beszéltünk, de most végre találkozunk szemtől szemben. Szóval az első feladatod megtalálod, ha tovább mész. Menj csak tovább, a könyv keze vezessen utadon. Újabb séta után, hatodik gomb. Szia, emlékszel rám? Nagy a baj, alkotóm. Kopci át akarja venni az uralmat a szivacs pályák felett, és elrabolta tökét és káposztát is. Meg kell őt állítanod. Vigyázz Almával, mert ő is Kopci csatlósa. A kézikönyv vezessen utadon. Fölösleges ajtó, csak azért, hogy folyosószint változtassak. Kopci valahogy ráérzett a módszeremre. Újabb séta, újabb Alma, meg is érkeztünk, hamarosan jön az első próba. Az a lényeg, hogy ha egy elágazáshoz érsz, akkor jobbra menj. Ennyi az egész, bíz bennem, a könyv keze vezessen utadon. Újabb séta, újabb hatodik gomb, újabb sok szöveg, igen, kicsit eseménytelen a pálya eleje. Ismét én vagyok, nagy a baj, már Kopci elfogadta a többi gombot is, úgy tudom, hogy én nem tudok olvasni. Ismét én vagyok, nagy a baj, már Kopci elfogadta a többi gombot is, úgy tudom, hogy már csak én maradtam. Nincs sok időnk, úgyhogy siess. Csak úgy juthatsz el Kopcihoz, hogyha teljesíted a három idióta próbáját. Kicsit átfogalmaznám, annak az idiótának a három próbáját. Vigyázz, mert Alma csak becsap. Az elág... nem igaz, na jó. Vigyázz, mert Alma csak becsap. Az elágazásnál mindenféleképpen balra menj, és ne jobbra. Légy óvatos és sok szerencsét, a kézikönyv vezessen utadon. Kicsivel később Alma, itt is vagyunk az elágazásnál, ami egyben az első küldetésed is. Ne feledd, amit mondtam, menj csak jobbra. Természetesen én a hatodik gombnak hittem, úgyhogy azonnal balra mentem. Piros gombbal lehet kinyitni az ajtót, nagyon vicces. Gombnyomás után átváltozik, de azért megöl. Azt mondtam, hogy jobbra. Na jól van, tudom ám, hogy miért jöttél erre. Kopci mester már elkapta a hatodik gombot is, szóval már semmi esélyed sincs. Muhahahaha. Szóval én a helyedben meg sem próbálnám tovább vinni a pályát, hanem csak elmennék visszafelé, és a jobb utat választanám. Mindenkinek megkönnyítenéd ezzel a dolgát. A beszédek közötti folyosó részekre egyébként rakott piros gombokat, vicces táblákkal, de úgy döntöttem, hogy ezeket nem vágom be, így is eleget olvasok, meg legalább nem lövök le minden poént. Szervusz, én a 69. szabály vagyok, és segítségedül jöttem ide. 69. szabály? Lehet, hogy ezt más hangsúlyjal kéne olvasni? Szervusz, én a 60... Na jó, ezt nem erőltetem. Szóval, már csak te menthetsz meg minket, a második próba bonyolult lesz, de mindegy, hogy mi a kérdés, a válasz rá az lesz, hogy 15.264. A kézikönyv óvjon az utadon. Utána van egy ajtó, amire az van írva, hogy ajtó. Utána nem sokkal van egy vasajtó, ami mellett van egy gomb, amit ha megnyomunk, visszateleportál, és kiír, hogy még ötször. Négyszer, háromszor, két, és ez kétszer is eljátsza. Kopci elemében van. Utána megérkezünk egy terembe, ami a klasszikus új gomb fent, új gomb lentnek a feldolgozása. Annyi a különbség, hogy három szint van, és nem ugyanaz ismétlődik, tehát látszólag, mintha véletlenszerű helyen jelenne meg a gomb. Erről se tudom eldönteni, hogy pozitív vagy negatív. Talán egy kicsit valahol kevésnek érzem ezt a változtatást, nem tudom, de lehet, hogy nem nekem kéne megítélni, mert nem vagyok pártatlan a dologban. Utána egy újabb fura szerzettel találkozunk, Gizivel. Ha töki órát sem nyomkodod, akkor az enyémet miért? Ő ott hordja az órát. Gizi vagyok, te is szeretsz a plafonnal játszani? Igen, szeretek a plafonnal játszani. Egy láda tele bónusztárgyal, ami fölösleges és értéktelen. Kis séta után egy újabb terem, 69. szabály. A következő próba fent van, de ahogy nézem, Alma tönkretette a dobbantót, más utat kell keresned. Itt gombok segítségével kell magunknak megépíteni a parkourpályát, itt páran biztos fogják emlegetni egy régebbi pályámat. A vége igazán szivatós, egy nyomólap, ami lerak platformokat, amik egy idő után eltűnnek. Sajnos ez az idő nem 5 óra. Ez az, megvan a hiányzó darab, most már csak vissza kell tenned a helyére, mondja nekem a szexuális szabály. Lerakjuk a nyomólapot és működik a dobbantó. Fél tucat piros gombbal és egy kiadó sétával később. Az ajtó mögött van a második próba, ne feledd, mit mondtam, emlékezz a megoldásra. Az ajtó mögött pedig, szóval eljutottál a második próbáig is? Ahan.
Akkor most kapsz tőlem egy fogós kérdést, amire ha helytelenül válaszolsz, véged van. Itt az üveg mellett van csirkenauta, öt káposzta és vacsora. Ezek nem tudom, miben segítenek a válaszban. Ugyanis a kérdés... Ha Csabusa kecskéje csirkenauta egy nap alatt öt káposztát eszik meg, mi lesz ma a vacsorája? Segítő képlet szemben. Van egy válaszgomb is, segítek, a helyes válasz káposzta, és nem 15264. A megoldásod írd a vasblockra. Micsoda, hogy jöttél rá? De hát ez nem is válaszolt a kérdésre. Ezt még megbánod. A következő teremben lévő feladat nem is kihívás, nem is szivatós, viszont az egyik kedvenc, mert nagyon ötletes. Arról van szó, hogy van egy recept, hogy hogyan lehet akváriumot barkácsolni, és hát ezt kell nekünk megcsinálni. Így önálló feladatként nem nagy cucc, de ha része lenne egy nagyobb, egy összetettebb küldetésnek, akkor tök jó lenne. A következő teremben egy lehetetlen küldetés, süss pókháló tulipánnal a bal kevencében. További hozzávalókat a ládában találsz. Utána kedvenc szabályunk megint beszél, látom túltetted magad a második próba nehézségein, viszont hogy megmenthessük a többieket a fogságból, ahhoz még ki kell állnod egy utolsó próbát. Erről egyelőre semmilyen információm sincs, viszont valószínűleg egyedül kell rájönnöd a megoldásra. Hát köszönjük, nagy segítség vagy. Csak saját magadra számíthatsz. Hát igen. Ám most siess tovább, hogy megled a harmadik feladatot is. Kövesd a szivacsot és a kézikönyv vezesse utadat. Ez a szöveg valahogy nem szólt semmiről, ez így úgy, ahogy van magában egy szivatás volt szerintem. Ezután van egy terem, ahol érzékeli, hogyha nem a szivacson állok. Utána megint beszéles félregényt. Az előző szobában láthattad, hogy fel volt szerelve a kamerám, melyen figyeltelek, csak arra voltam kíváncsi, hogy valóban követed-e a szivacsot. Na de ami ennél is fontosabb, hogy tovább már nem kísérhetlek, mert innentől már Kopci csarnoka felé közeledsz. Azt hittem eddig is a felé közeledtem. Ő csak úgy nevezi, hogy csarnok. Légy óvatos, mivel innentől már neki is lesznek felszerelve kamerái, melyen keresztül téged figyel. Menj tovább, és kérlek, ments meg minket, a kézikönyv vezessen utadon. A szivatos után el is érkezünk az első fő ellenséghez. Alma kicsit megnőtt és három szíve lett. Röviden arról van szó, hogy nyíllal kell lövöldözni a rajta lévő gombokat. Ha mind a hármat eltaláljuk, akkor zombik jelennek meg, és Alma veszít egy szívet. Ugye ezt háromszor megismételjük, és nyertünk. Ha legyegőztük Almát, akkor visszateleportálunk a folyosóra és beszélhetünk a kamerával. Bár Almát legyegőzted és lehet, hogy a harmadik próbádat is teljesítetted, de ha nem akarsz bajt magadnak, akkor most azonnal fordulj vissza, mert velem senki sem húzhat újat. És régit? Kis séta után, szóval nem fordulsz vissza, értem? Akkor kezdődjön a játék. Majd kiderül, hogy ezt tudom-e fűrészesre torzítani. Jó lenne. Utána egy átlátszó csapda, majd ugrálás. Utána a 69. szabályra megint rájön a szófosás. Psz, szervusz, én vagyok. Sikerült kiszabadulnom, de maradj csöndben, nehogy ránk találjanak. Itt biztonságban vagyunk, ez egy titkos föld alatti átjáró. Akkor minek legyek óvatos? Itt senki sem láthat minket, még Kopci sem. Egyelőre azt hiszi, hogy megölt téged, de nem te... De teljesítened kell a harmadik próbádat is. Szóval, menj. Ez a folyosó egyenesen odavisz, a kézikönyv óvjon téged. Röviden a harmadik próba. Van két láda, az egyikben van 1 kg toll, a másikban pedig 1 kg vas. A kettő közé kell az eszközkeretbe relációs jelet rakni, ami egy térkép. Az első két gombnyomásnál lecseréli egy rossz jelre, ami nagyon ötletes, csak az a baj, hogy kirepül az eszközkeret is, meg belőle a térkép is, és egy kicsit illúzió romboló. Utána jön az a feladat, amikor a dropperbe kell tárgyat rakni, és a rajta lévő tábla megváltozik. Na most nála ez úgy van, hogy van egy kar, amit ha meghúzunk, akkor változik át a tábla, és lerak egy új kart, meg egy új táblát. Most ebben nem tudom, mi a csattanó, vagy tehát mi a szivatás, vagy a fordulat. Még egy olyan dolog van, hogy a tárgyak nem annak vannak átnevezve, amíg. Tehát például a tál az almának van átnevezve. Utána újabb beszéd Kopcival, micsoda, te még élsz, mégis hogy lehetséges ez, hiszen megöltelek. Na jó, a harc hát legyen harc, látom nem vagy könnyű ellenfél. Juss el hozzám és elintézzük személyesen a dolgokat. A szivacs egyenesen hozzám vezet. Utána egy kis séta, majd a csarnok előtere, amiben, hát, mutáns piros gombok vannak. Nem tudom ezzel milyen hatást akart elérni, bennem ezt a hatást keltette.
Egy kis gomnyomogatás, majd jön a végső küzdelem. Hát eljöttél, végre találkozhatunk, mint férfi a puhánnyal, melyben én vagyok a férfi, és te meg a puhány. Lássuk, mit tudsz, ifjú harcos. Még sokszor vissza fogod idézni ezt a napot. Ezt melyen elbuktál, melyen csúfos vereséget szenvedtél ellenem. Most pedig támadj, ha mersz. És már is itt van az arcunkban, szerintem kicsit kevés időt hagyott. Úgy kellett volna, hogy a szöveg után mi aktiváljuk, vagy mi indítjuk ezt a harcot. A másik dolog, mi az, hogy elbukok és visszaidézem? Tehát ha engem itt megöl, akkor mit idézek vissza, hiszen halott vagyok. Időnként így megállít és beszél hozzánk, nem tudom mi ez, pisi szünet, vagy nem tudom. Csak ennyit elég tőled? Hát azt hittem, hogy keményebb küzdelmünk lesz, de úgy látom, hogy simán porrát iporlak. Tipp, ilyenkor nyom meg az F5-öt és nézd magad külső nézetben. Még egy kis... Aztán látom rajtad, hogy már nagyon ki vagy fáradva, de most már nem adhatod fel, meg fogsz halni. Tehát küzdök azért, hogy meghalljak. Közben én is megszólalok, és most a végső csapások, véged! Ha megöljük, megkapjuk a fejét, amit ki is kell dobni, és utána beszél még hozzánk. Ne, hogy lehet ez? Hogyan tudtál legyegőzni? Végem, Most már csak ki kell mentenem a többieket! A pervers szabály megint beszél, ilyen sikerült mind a három próbát teljesítése. Sikerült mind a három próbám teljesítése? Az megfogalmazás. És még kopcit is legyegőzted. Most már csak ki kell szabadítani a többieket. Menj tovább ezen a folyosón, és megtalálod a többieket. A kézikönyv vezessen utadon. Őszintén szólva, nekem a pályának ez az utolsó harmada, vagy lehet, hogy inkább negyede, jobban tetszett, mint az előtte lévők. Ugyanis innentől kezdve szivacs szereplőket kell kiszabadítani. Nem tudom, nekem valahogy hangulatosabb, de megint csak nem vagyok pártatlan a dologban, lehet, hogy emiatt van. Szegény káposzta egy ketrecben lóg, igaz, csak ugrálni kell egy kicsit meg egy gombot megnyomni, de valamiért mégis nekem olyan hangulatos volt, hogy őt kell kiszabadítani. Szegény Töki pedig egy átugorhatatlan lyukban ül. Á, csak hogy itt vagy, kérlek segíts kijutni innen, neked hosszabbak a karéd, így fel tudod pakolgatni a létrákat. Végül egy feladat, amiben egy rakás gombot meg szabályt kell kiszabadítani. A feladatot gondolom sejted. A gombokat és szabályokat csak egyféleképpen tudod kiszabadítani, mégpedig ha kiüríted az összes üvegtartalmát, miután végeztél, tedd a 8 darab üveget az üvegtárolóba, és kiszabadulnak a gombok és szabályok. Igen, akárcsak a szivacs pályán itt is egy rakás negatív effektet kell magunkba tölteni. Itt én azt a taktikát használtam, amit az egyik szivacs végjátszásból tanultam, hogy utoljára hagytam a sebző italt, így meghaltam, és így az összes effekt ugye lekerült rólam. És kiszabadulnak a gombok és szabályok, lehet egész nap olvasni. Megmentettél, éljen, nem hiszek a szememnek, én egy easter egg vagyok. Ha lenne kezem, most tapsolnék, hálásak vagyunk neked, köszönjük alkotónk, most már nem vagyunk bezárva, megmentettél. Sötét folyosó gomb, egy narrátor, ez honnan jött és hol volt idáig? És ezután már boldogság szállt le a szivacsmap népére, hatalmas lakomát rendeztek a hős Csabusa győzelmére, mindenki örült egytől egyig, mert tudták, hogy most egy jó darabig nem fogja őket veszélyeztetni senki és semmi. Megjelent egy szöveg is a háttérben, de lassan olvasok, úgyhogy csak annyit láttam, hogy kopci készítettem meg, mintha megköszönte volna, hogy végigjátszottam. Itt a végszobában, vagy miben, itt van az összes szereplő, a jók gratulálnak nekem, a gonoszok pedig bosszankodnak. Igazából nem húzom vele most az időt, így is elég hosszú a videó. Lássuk azt a mérleget, pozitívumok. Szerintem egész jól eltalálta a hangulatot. A legnagyobb törés ott volt, amikor mobokkal kellett harcolni, szivacspályán ilyen nincs, ugye ott békésben játszunk, nincs éjség, nincsen ellenség, ugyanis ott az a szellemisége a pályának, hogy mindenki végig tudja játszani. Persze ez nem egy szivacs másolat, hanem csak egy feldolgozás, úgyhogy itt tulajdonképpen elfér. Úgyhogy szerintem ezen felül egész jól eltalálta. A karakterek ötletesek voltak, nem csak a meglévőt használta föl, hanem újakat vitt bele, tehát tényleg nem egy másolat volt, hanem ez egy olyan, amire azt merem mondani, hogy ez egy feldolgozás. A szivatások is egész jó voltak, ugye, bár volt, amiknél nem tudom eldönteni, hogy ez most pozitív vagy negatív, viszont voltak pozitívak is, úgyhogy azt hiszem a jó oldalra sorolom. A főlenség harcok tetszettek, annak ellenére, hogy így a szivacs hangulatot törték, de hát ez nem is szivacspálya, viszont jól ki voltak dolgozva, az almás jobban tetszett egyébként. A kiszabadítós részek, hát ugye, mint mondtam, a pálya azon része az nekem valahogy hangulatosabb volt, úgyhogy az határozottan pozitív.
és a kezdőszoba külön pontot érdemel, amit Dirac rosszat csinált, azért ne ezt kövessétek, tehát nem ez az etalon, hogy attól lesz jó a pálya, ha Dirac rosszat csináljátok, ez egy paródia volt, nem lehet minden pálya paródia. A negatívumok, az elején nagyon lassan indul be a történet, tehát sok szöveg séta, vannak köztük piros gombok, de amik egysoros poénok, de a történet akkor is áll, úgyhogy hát ez valahogy úgy kevés volt. Aztán sok volt a felesleges beszéd, volt pár gomba, minél úgy éreztem, hogyha kivesszük a játékból, akkor se veszítünk semmit. Csak annyiról szóltak, hogy megerősítették, ami ideig történt, és elmondták 20-szorra is, hogy még mi fog történni. Tehát helyenként nagyon szájbarágosnak éreztem ezeket a szövegeket, és aztán volt pár rossz időzítés, amikor nem volt időnk végigolvasni a szöveget. Tehát összességében jó pálya volt, tényleg az, amire azt mondja az ember, hogy feldolgozás és nem csak sima másolat, szerintem tudott újat hozzáadni ehhez a szivacs univerzumhoz. Akik azért voltak elájulva ettől a pályától, mert nem látták még az eddig elkészült 5 szivacsot, azoknak tessék végigvinni, tehát ez azon alapul, annak a feldolgozása, nincs is értelme szerintem anélkül megnézni, úgyhogy házi feladat, szivacs 1-2-3-4-5, a kézikönyv óvjon. Ja, és az orosz krémtortás hülyeségre visszatérve, küldjetek Kopcinak majmos képeket. A kézikönyv óvjon. Ha lenne kalapom, most megemelném előtted. Szappan, siker, ilyen csabusa, köszi, nem vagyok James és nem vagyok Bond. Köszcsi, puszcsi, lávcsi, szercsi, sikerült, je, yeah, köszönjük, köszönjük. Fia, köfihof, megmenfeffél, réparetek, magyaró, megmentettél, jaj de jó, ilyen-ilyen sikerült, yes we did it, mi győztünk. Nagyon szépen köszönjük neked, hogy megmentettél minket, tavasz, nyár, ősz, tél, köszi, hogy megmentettél, örök hála neked.